was sitting in my room when you looked in my sign. You're burning like a no when I look in my door. You've been rubbing my sun. You've been rubbing my door. Elmondom csak a kiinduló pontot. Jaj, nem tudom, várja. Még egyszer elkezdem. Iszonyatos fogfájás kezdődik, és már majdnem meghúzza a ravaszt, amikor iszonyú fogfájás. Többet azért nem mondok el, mert akkor már senki nem akarja megnézni a filmet. A film egy krimi vígjáték. Rengeteg akció jelenettel, kaszkadőrökkel, látványos, gyönyörű helyszíneken. És olyan fura stikja van ettől, hogy igazából a Karcsi bele tud menni ebbe a játékba, ami itt zajlik körülötte. Ez egy 50 éves figura, akinek egyébként pont itt van kint a születésnapja. Mindent elmond róla, hogy az édesanyjával él 50 évesen. Nagyon magának való, tisztaságmániás, rendmániás, szinte betegesen, és nőgyűlölő. Ami aztán persze a végén valószínűleg másként alakul, de ezt ne áruljuk el. Belőle kéred a pénzt? A postér is. És tudsz visszaadni? You're working around. You're doing my hand. You're working around. Well, on a sign I know my birth is over me. I'll let it go. Azért nehezebb vígjátékot készíteni, mert ugye elhangzik a poén és csönd van a moziban, nem nevet senki, az halál, az borzasztó. Még egy drámánál ez ugye, szóval nincs az, hogy beülsz, beülsz a filmet vetítésére és hallgatod, hogy a közönség ugye hogy reagál, ugye az a lényeg, az igazi kritika, és egy vígjátéknál beülsz és egyszerűen a poénokon nem nevetnek, hát az borzasztó, ott vége, ott elsőd az ember szégyenébe. Míg egy drámánál, hát érted, ott ülsz, minél nagyobb a csönd, végül is annál jobban működik a film. Parec nyúl a húsért, ő nyúl az almáért. Szeretnéd, hogy keresztül szúrjanak ezzel a kanállal? Igen. Nem, és akkor utána... Csináljuk azt szerintem, hogy ezt most ne is tudják tovább. Ez úgy lesz jó, ahogy lesz az első. Süket néma mama vagyok benne, a főszereplő édesanyja. Ez nem könnyű feladat, mert ugye az ember folyton megszólalna, de hát azt nem lehet. Segítségemre volt egy jeltolmács, aki ezt a bizonyos szöveget idézőjelbe betanította nekem jelekkel, és még nehézséget okozott az, hogy a siketnémai jelenlésben néha szájról is lehet olvasni. Mi ezt a filmben nem használhattuk, hiszen görög-magyar koprodukció lévén az utószinkron majd görög lesz és magyar, és egy idő után ugye a filmben a néző elhiszi, hogy mindenki görögül beszél, akkor is, ha magyarul. Tehát csak bizonyos nemzetközi szavakat, mondjuk fotó vagy koncert, ezeket lehetett szájmozgással helyettesíteni. Hát a Piroskával azok érdekes jelenetek kifajultak, mert hát ugye nem egy konkrét jelbeszédről van itt szó, hanem egy ilyen filmes jelbeszéd, és szóval nem is törekedtünk arra, hogy ez teljesen hiteles jelbeszéd legyen. Tehát egy ilyen nagyon furcsa párbeszédek voltak ezek. Szerintem nagyon szórakoztató. Te rendezed és te írod is azt a filmet, akkor az annyiból nehéz, hogy még mindig, amikor elkezded a forgatást, hogy mindig javítanál a könyvön. Tehát egyszerre két foglalkozást űzöl tulajdonképpen, és ez nem könnyű. Viszont annyiból jó,
hogy a saját gyereket, tehát ismered kívülről, belülről, és hát ugye abban a csapdában se szabad esni, hogy a saját gyereket, tehát nem veszed észre a hibáit. Könyv a sokkal nehezebb volt, mikor elindult. Mindig a helyi nehézségekhez próbáljuk meg igazítani azt, hogyha valamit egyszerűsítenünk kell, vagy rövidítenünk kell, vagy észszerűsítenünk kell. Sokkal jobb ritmusban és sokkal gördülékenyebben megy emiatt a munka. Action! And, raw video. Okay, just out. Raw sound. 8-12 vége csapó lesz. And, action. Ez mindenképpen egy rés, a résbe próbál betörni, amit a általában nagyra becsült Bújtor István kicsit úgy otthagyott, és ebbe a krimi vígjátékba próbál betörni, és a könyv az szerintem az alkalmas rá, hogy jó legyen, izgalmas legyen, szórakoztató legyen, úgyhogy szerintem a nézők is szeretni fogják. Szeretem ezt a filmet, mert szeretem ezt a fiatal tehetséges alkotógárdát, aki ezt a filmet csinálja, a színészeket, a rendezőt, Fonyó Gergelyt, az operatőrt, Márton Balást, a vágó Csillag Manót. Azt gondolom, hogy szívüket, lelküket teszik bele ebbe a filmbe azért, hogy ez a film sikeres legyen. És már nem az első próbálkozásunk együtt, nem az első film, amit közösen csinálunk. Én azt gondolom, hogy minden olyan beleteszünk mi is a magunk oldaláról, és a színészek is a magunk oldaláról, amitől ez a film igazán sikeres lehet. Tehát nagyon fontos egy rendezőnek szerintem, hogy olyan munkatársai legyenek, hogyha ő elkezd egy mondatot, akkor valahol a másik ember az befejezze. Mióta először találkoztunk, gyakorlatilag azóta barátoknak mondhatjuk egymást, illetve elég rövid. Tehát az egy film az elég volt ahhoz, hogy mi nagyon jóba legyünk minden tekintetben. Így nagyon, hát nagyon egyszerű vele nekem együtt dolgozni. Forgatások előtt leszoktunk ülni, ki szoktuk találni a jelenetet, hogy fog felépülni, milyen plánokból, hova tesszük a kamerát. És ez azért nagyon jó, mert én elmondom a Balázsnak, és ő ezt tovább folytatja. És ez, egy rendezőnek ez nagyon fontos, ugyanez vonatkozik a vágóra és Csillag Manóra. Amiért én kim vagyok a forgatáson, ennek az elsődleges talán oka az, hogy ezt immár a technika lehetővé teszi, nem régen, egy pár éve. Hogy egy minimális technikával a vágó, mint az utómunka képviselője kivonuljon, és eleve a forgatás olyan aspektusból is ellenőrizve legyen, hogy az használható legyen a vágás során. Nem a vágás segíti, hanem ez a felvételt segíti, a helyszínen történő editálás. Erre nagyon jó példa, például egy akasztásos jelenet, amikor a főszereplőnk, Jorgosz, a fogorvos, öngyilkos akar lenni, és ez nagyon-nagyon sok kis snitből áll össze. Ez, hogyha a vágó jól dolgozik, és jól sikerül az utómunka is, és a felvétel is, akkor igazából ezt a nézőt inképpen egy egybefüggő, egy másodpercnek a percipiálja. Erre nekünk elmegy többnyire egy napunk. 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1, and 0! Hát a közhelyek nem véletlenek, tehát abszolút a filmezés csapatmunka, de ilyen tekintetben nekem elég nagy szerencsém van, mert gyakorlatilag ezzel a csapattal, akik körülöttem van, tehát a közvetlen munkatársaim, értem ezzel alatt mondjuk a fővilágosítót, a Nagy Attilát, akivel 2000-ben találkoztunk, és én azóta minden játékfilmet vele forgattam, illetve majdnem minden munkát, ahova őt vihetem, őt viszem. Tehát elég összeforró csapat van körülöttem, úgyhogy igazából ez azért jó, mert nekem mindig megvan az a biztonság, hogy bárhova keveredem, bármilyen rendező mellé, bármilyen gyártási környezetbe, közegbe,
én nekem ez mindig adott. De én ilyen szempontból mindig otthon érzem magam a szűk körömben. Van á, ez az ászat. Majd világítok egy B-t arra, amikor le van kapcsolva a lábujjal. Ha most ezt élesben meg akarjuk csinálni, akkor A-ból B-be kell, hogy kerüljünk. És hogy az át kell ahhoz meg kell csináljam a B-t, igen. Hogy ha tudod, hogy mit akarsz, akkor ezzel el tudod nyerni a stáb bizalmát, ami szintén nagyon fontos, ugye, mert egy stáb, nem tudom, az a 30-40-50 ember, az neked dolgozik, a filmedén dolgozik, és ha látják a rendezőn, hogy hisz abban, amit csinál, és tudja, hogy mit akar, akkor fantasztikus teljesítményre képes egy ilyen stáb. Megnézzük ezeket a tájakat, megnézzük ezt a tengert. Egy kicsit újra visszaadjuk magunkat a nyárnak, és ezt azért szeretik a magyarok, ezt tudom. Nem szeretek sorban állni. Nem szeretek táncolni. Nem szeretek udvarolni. Én is szeretek, de inkább egyedül. Azt találtuk ki, hogy legyen ez egy öltönyös ember, mert még sose csináltam olyat, hogy már Magyarországon, hogy egy öltönyös, nagyon nett, minden nap más inget fölvevő ember, befésülve mindig, mint a Roger Moore, sose változik, de bármi történhet, a legnagyobb kalamajkák, zuhanások, verekedések, üldözések alatt is mindig ilyen szépen be van lőve a séró, úgyhogy ez mindenképpen szerintem új lesz a nézőknek, amit én nyújtok felé. Gesztesi Karcsira ráfért egy főszerep, hiszen láttuk már rengeteg mellékszerepben, nagyon jó mellékszerepek, ami nem is igazán mellékszerepek voltak, de nem voltak főszerepek. Most ezt a filmet úgy találtuk ki, hogy igazából rá van írva, és nagyszerű görög partnereket talált ebben a filmben, akikkel teljesen jól megérti egymást, nagyon, nagyon, nagyon jól játszanak együtt. Amellett a furcsaság mellett, hogy az egyik magyarul, a másik pedig görögül beszél a díszletbe, ritkán volt ilyen, de úgy tűnik, hogy működik. A karakter, amit a szerepben megformálok, egy jóságos, jószándékú, ártatlan ember, aki mindent elhisz, mindent elfogad, amit az élet ad, és szeret akkor is, ha ő maga nem kap szeretetet, akit elárul az élet, és akit pont ez a szerep juttat olyan helyzetbe, hogy baklövéseket követel. Némiképp önveszélyes is természetesen ez a típus, és pont ez a sajátos személyiség egyveleg az, ami megnevetteti az embereket, és ami jelentősen hozzájárul, hogy élvezzék a filmet. Jó magam az életben is szeretem az ilyen típusú embereket, mert ők azok, akik megteremték magukban a jó és a rossz egyensúlyát, tulajdonképpen egyensúlyoznak a jó és a rossz között, ahol mind a mellett a jó dominál. A szerep, amit játszom, abszolút passzol a személyiségemhez. Amikor Gergővel, a rendezővel találkoztam, azt kérte tőlem, hogy pontosan olyan legyek, mint amilyennek megismert. Azt kérte, hogy magamat adjam. A legnehezebb dolog magát adni az embernek egy ilyen szerepben. Amikor azt mondja Jorgosz, hogy persze már itt csak egy szívességet kérnék, ott állnának meg. Addig sétálunk, és akkor azt mondja, figyelj, nem van ice cream fever, ott állnak meg. Azt szeretném, hogy amire oda jutnak, hogy tudod, tartozom egy vallomással, itt meg tudjanak állni. Akkor megállnak, ott rövid, ott nem hagyjon ki nyugodtan, azt fogok rámondani utólag, azt mondjuk rá, amit akarnak. Csak azt szeretném, amikor megállnak, hogy gyorsítsanak. A stáb fele görög. Én úgy érzem, hogy abszolút összekovácsolódott a stáb, és tulajdonképpen szóval egy stáb vagyunk, hogy mondjam, hát vannak nehézségek, de hát minden forgatás, erről szól egy forgatás, ugye valahol egy káosz az egész, és akármit sem az ember, az marad, de ez egy szervezett káosz, tehát ezt át lehet látni, és ez nem egy fejetlenség, tehát nem ilyen értelme mondom, hogy káosz. De én úgy érzem, mondom, hogy ez a stáb teljesen jól működik együtt. 868. And action.
Mi az Isten? Egyeztetni kell a görög színészek, hogy mit kell mondani, akkor először ugye lefordítani, akkor összeolvasni, akkor kiderül, hogy magyarul én másképp kell, hogy válaszoljak. Szóval nagyon bonyolult, bonyolultabb, mint gondolná az ember. Jó ez a fajta pillanatnyi erős koncentráció, amit a film igényel. Nagyon oda kell figyelni, mert sokszor ugye egy-egy felvétel, meg hát megy a nyersanyag, ami nagyon sokba kerül. Arra kell figyelni, hogy az ember pontosan abba a jelbe lépjen, amit előírtak neki, pontosan arra nézzen, nézze, hogy a fények hogy esnek, ha az operatőr megkérte, hogy még arra is figyeljen, plusz a lelki állapotot megteremteni. Ez is nagyon érdekes feladat. Nagyon fontos tud lenni az egy operatőrnek, hogy egy-egy szót oda lehessen bökni forgatás közben, vagy közvetlen a felvétel előtt, vagy nem tudom mit, csak hogy kicsit föl a fejed, kicsit ide, kicsit oda, amik nekem nagyon sokat segítenek. És van, akit ez kibillent, tehát van olyan színész, aki ezt igazából nem szereti, hanem akivel meg végig kell járni az utat, hogy próba, akkor megállunk, elmondjuk, megbeszéljük, és akkor a felvételben már őt nem szabad zaklatni. A Karesz meg Ernest is olyan, akit akár felvétel közben képen kívül meg lehet egy kicsit cibálni, hogy ide álljon, oda álljon, és abszolút veszik a lapot, és nem zökkenti ki őket, tehát ez nekem sokat segít. Gergővel nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Kifinomult humor jellemzi őt, ami különös jelentőséggel bír egy ilyen film esetében, hiszen egy vaskosabb humor tönkretenné az ilyen típusú filmet. Nagyon figyel rá, hogy ennek veszélyét elkerülje, vagyis egyfajta érzékenységre van szükség egy ilyen filmhez. A rendezés Fonyó Gergely nem Magyarországon tanulta, hanem Amerikából jött haza, felvállalja, hogy a közönségnek csinál filmet, fölvállalja azokat a humorokat, amit Magyarországon nem nagyon vállalnak föl, nagyon képiesen, nagyon jól lát. A rendezőben egy különleges, nemes lelkű embert ismertem meg, egy egyensúlyt teremtő személyiséget, ami egy olyan tulajdonság, ami nagyon jól passzol a görögök mentalitásához is. Nagyon sok pozitívumot kaptam Gergőtől, sokat tanulok tőle, ő pedig megkülönböztetett figyelemmel van irántam. Először dolgozom úgy, hogy nem értem, tehát akkor a színész beszél, nem értem, hogy mit mond, mert nem tudok görögül. De az az igazság, hogy az ember ezt ugye érzi. Tehát az, hogy valaki hogy játszik, az nem kell érteni a nyelvet, azt érzed. Hát majd a vágásnál lesz ez borzasztó nehéz, ugye, amikor mindig ott kell egy tolmás, hogy mondja, hogy pontosan mit mond a színész. Ki kell emelnem azokat a jeleneteket, amelyekben Piroskával játszom együtt, akit annak ellenére, hogy csak most a forgatás alatt ismertem meg, nagyon nagy színésznőnek tartok. Kivételes kifejező készsége van. Én siket szülőktől származom, és Piroska egy siketet alakít. Csodáltam benne, hogy nem csak azzal, ahogy a szavakat kiejti, hanem a teljes testével, az egész lényével tökéletesen, hitelesen jelenít meg egy siketembert. Őt emelném ki a szereplők közül, őt tényleg kivételes tehetségnek tartom, főleg ahogy a tekintetével kommunikál. A színészek a világ minden táján, a színész kollégák szerintem ugyanolyanok. Nagyon kedvesek voltak, nagyon jól dolgoztunk együtt. Én azt hiszem, hogy két színész akkor is érti egymást, ha nem közös nyelvet beszél, mert minden vagy a szemében, vagy az arcán rajta van. Úgyhogy ez külön élmény persze, és külön jó dolog, de nem okoz különösebb nehézséget. Néha egy picit okoz azért lassulást, amikor ugye három nyelven folyik a jelenet. Tehát ugye a jelenetem belül van egy magyar, egy süketnéma és egy görög. Úgyhogy, de ez érdekes, de ez úgy tetszik nekem, ezt úgy élvezem, úgy nem is tudtam, hogy hogy fog ez működni, illetve úgy nem tudtam, hogy mit várjak, hogy milyen egy ilyen szituáció. Ami Károlyt illeti, ővele is nagyon fesztelenül érzem magam. Ő is jó humorú, de sajnos az egymás közötti kommunikáció a szövegkönyvben találhatóakra korlátozódik, mert nem beszél angolul. Nagyon vicces, hogy a snittek között nem tudunk egymással beszélgetni, lévén, hogy hiányzik a közös nyelv.
mindig jelen kell lennie egy tolmásnak, aki fordít. És így persze egyfajta személyes kapcsolat kialakítása is nehézségekbe ütközik. Ezt leszámítva azonban nagyon jól érzem magam vele a forgatások alatt. Ők is színészek, tehát nem mindig ugyanazt a mimikát csinálják, és nem is mindig ugyanazt mondják. És én, aki egyetem tök görögül, nekem igazából mondanom kell vele az ő szövegét. Nagyon nehéz, nekik is nagyon nehéz. Több oknál fogva is örülök, hogy magyarokkal dolgozhatok együtt. Mindenek előtt észre kellett, hogy vegyem, hogy igen eltérő a kultúrájuk, de valódi kultúráról van szó. A stábtagjai igen dolgos emberek, és itt most nem a munkáról beszélek, hanem az alkotókedvről. Annyiban szerencsénk van, és ezt valószínűleg a görög gyártásnak köszönhetjük, hogy egy olyan színész gárdát vonultattak föl nekünk, akikből válogatni kellett, tehát egy olyan castingot csináltak nekünk, hogy 30 színészt néztük végig, meg színésznőt, akiből gyakorlatilag 28-at el lehetne képzelni a filmbe, tehát tényleg nagyon jók. És azok közül, akiket a Gergő kiválasztott, illetve akiket közösen kiválasztottunk, azok egyelőre azt kell mondjam, ugye már 3 hete forgatjuk a filmet, hogy abszolút működnek. Rodosz szigetének egy nagyon jellegzetes pontján, Lindoszban, ott van egy ilyen régi történelmi helyünk, ahol amit rengeteg turista látogat, ez egy ilyen várnak a felső placja, ahol semmiféle kerítés nincs körbe. Nagyon érdekes, hogy több ezer turista látogatja, és egy 40 cm-es ilyen kis fal emelkedés az, ami csupán a szélén van, és alatta 20 méter szakadék, majd sziklák, és jön a tenger. És elvileg az egyik szereplőnk az ide föláll, és megkéri a másikat, hogy lökje őt itt le, mert szeretne véget vetni az életének, de ő igazán egyedül ezt nem meri megtenni. Itt természetszerűleg a színészek helyett 2 kaszkadőr, dublőr fogja ezt az egész jelentet játszani, hiszen azért a színészeket nem tesszük ki ennek a veszélynek. Ahány kamera állás, ezt annyiszor meg kell majd ismételnünk, tehát ez sajnos ugye mi szempontunkból nem egyszer történik meg, és akkor fellélegzünk, hogy túl vagyunk rajta, nem volt baleset, hanem bizony ezt valószínűleg 5-6-szor meg fogjuk ezt a jelenetet ismételni, és minél több anyag legyen, minél jobban vágható legyen, és minél látványosabb legyen majd a vásznon, amikor a moziban nézi a néző. Csinálunk még 2-3-at, és rátalálunk a ritmusra, mert én is egy picit ilyen biztonságinak éreztem. Vigyázz, apa, Bédi! Vigyázz, úgy lehet! Vigyázz, úgy lehet! Kérem, most írjön, ami! A Megafilm tavaly novemberben keresett meg, mint koprodukciós partnert. Elküldték a forgatókönyvet, majd tudatták velem, hogy Görögországban szeretnék leforgatni a filmet. Igazából arra lenne szükség, hogy a ilyen hasonló nagyságú országok, mint Görögország és Magyarország fogjon össze, csináljuk olyan filmeket, ami mind a két országban sikeres lehet, hiszen ez csökkenti a költségeket és növeli a bevételt. Számomra az a legfontosabb, hogy külföldi produkciók jöjjenek a hazámba. A pályafutásom olyan szakaszában jár, hogy ez az, ami leginkább érdekel. Nagyon fontos, hogy a külföld megismerje a görög színészeket. Nem könnyű film ez. Nem igazán, hiszen 2 stáb dolgozik együtt, egy görög és egy magyar. Hihetetlen toleranciára és türelemre van szükség ahhoz, hogy ez a film be tudjon fejeződni, reméljük most már befejeződik. Ember próbáló munka. Ez lényegében egy görög film, a párbeszédek görögül zajlanak, a helyszín Rodosz, a színészek görögök. Mindezek miatt azt hiszem, itt nálunk igazán nagy sikerre számíthat. Ez egy nagyon furcsa forgatás, mert itt szinte napról napra alakul a könyv. Úgyhogy a moziba kiderül, hogy milyen lett ez a film, ezt most nem tudom megmondani. The best in town, you know, 5 o'clock in the fucking morning.